Mohainé Katanics Mária. Legnagyobb énekkari művészünk ő, a mérhető bárki ez egyáltalán. Olyan óriásokhoz, amilyen a hagyományteremtő bárdos vásárhelyi nemzedék volt. Írja Brauer János 2000 márciusában. Egy 1980-as hangverseny kapcsán pedig Kroh György írta. Talán Kodály pünkösdölője képviseli legteljesebben azt a sokféle értéket, amellyel Katanics Mária kórusa szolgálja a magyar művelődés ügyét. Mohainé Katanics Mária érzékeny és nagy tehetségű muzsikus, akinek biztos és megalapozott elképzelései vannak minden előadásra kerülő műről. Ez természetesen a kóruson is meglátszik. Finoman és tisztán szól, írta Pernyi András az alig 10 éves énekkarról. Csodálatos, ha énekkar jut el olyan technikai magaslatra, amely csak a legtisztábban intonáló hangszeres együtteseket jellemzi. Ugyanakkor az emberi hang érzelmi kifejező erejével felette is áll bármilyen hangszernek. Egy-egy harmónia fényes megszólalása, a szólamok közötti dinamika és hangszínarány a legszebb esztétikai örömben részesíti a hallgatót. E mondatokkal dicséri Lendvai Kamilló, Katanics Mária több évtizedes munkáját. Joggal nevezi őt Brauer János a legmélyebben átélt szellem mágusának, ki karnagyként énekkarát, hallgatóit egyaránt rabulejti. Miért fontos a személyes kontaktus? Hát egy székkel nincs személyes kontaktusom, csak ha ráülök. A fotellal is, csak ha ráülök. De az ember az visszanéz. Tehát ha én ránézek, ő nem biztos, hogy visszanéz. De ha szólítom... Na de 40-en állnak ott, nem egy. De egyet megszólítok. És akkor a többi néz, hogy engem mikor fog megszólítani. És engem miért nem? És miért őt? Aha, mert jó a frizurája. Ha mondom, hogy a múltkor jobb volt a frizurája, nem lehetne megint olyat csinálni? Na hát, hogy mikre emlékszik, nem emlékszem, csak halandzsázok. Halandzsázok, hogy ő úgy érezze, hogy van köztünk egy személyes kapcsolat, és a többi irigykedjen, szépen irigykedjen, isteni irigység ez. Másként éneklik nekem a dómiszót, meg a szómidót, hogyha ő tudja, hogy én nekem, ő egy fontos lény, mert hiszen már szóltam hozzá. Ki ad kinek? A karvezető ad a kórusnak, kórusad a karvezetőnek. Akadémista koromban is énekeltem kórusba, és valamelyes tanítottam. De hosszabb ideig ment az a, vagy volt, vagy teremtődött az a féle kapcsolat, hogy én vagyok egy fölvevő. Tehát akivel szembe áll valaki, lett legyen az a Forrai Miklós, lett legyen az egy világhírű karnagy, a Serchen vagy a Kleiber. Én szívom ki belőle, én így csinálok, hogy... És jön belém annak az embernek a tudása, a hite, a szokásai, mindenféle jön, árasztja azt a 80 embert, vagy... És aztán később lett az, hogy most én vagyok az, aki árasztom, vannak a 25-nek vagy 35-nek a mindene, ami mindent tőlem akar kapni. Tehát aki engem szív ki, a szónak a szoros értelmébe, mert olyan fáradt, ezt a Márdos tanár úrtól tudom, csak egy szénbányász tud lenni, amilyen fáradt, elfáradt, vagy kiüresedett, talán inkább így, mint egy kórusvezető egy kóruspróba után. Mert az embernek
mindenét, szóval a belsejének a legtitkosabb részeit nem titkolhat el semmit, és nem fedhet le semmit. Jaj annak a kórusnak, ha olyan kórusvezetője van, aki magába is tart valamit, és azt őrzi. Az a jó kórusvezető, és az az igazi, és azzal telítődik a kórus, aki mindent odad. Mikor érzi azt Mária néni, hogy valami jól sikerült? Miből vannak információi, hogy halad előre a mű megismerésében a kórus? Én bennem van a halad előre a mű, hogy mire fontos, vagy nekem, vagy az életnek, mert koncert van, vagy én szeretném, hogyha már ott lennénk, hogy akkor valami formát kap. A mű is beteljesíti önmagát, hát egy kicsit fellengzősnek tűnik, de valójában ez és van. Ezt érzi? A karvezető tudja. Érzi? Tudja? A karvezető tudja. Ezek egy kicsit ösztönös dolgok is, hogy szabad ezt mondani, vagy nem tudnám tanítani, mint ahogy soha nem kértek föl arra, mindig képes lettem volna, de soha nem kértek rá, hogy tanítsak karvezetést felsőfokon. Nem tanítottam. Nagyon sokan tanította a karvezetést, és nagyon sok emberről úgy éreztem, hogy nem jó, nem passzol. Nem azt kell tanítani, egész máshogy kell tanítani. Soha nem mondhattam, mert nem kérdezték. Soha nem adhattam helyette mást, mert nem volt rá kíváncsi senki. Tehát csináltam a magam feje szerint készre, az eredmény pedig ott zajlott a színpadon vagy teremben. Ki igazolja vissza a kórus egészének a munkáját, az eredményét? Ők maguk. Hogy csak ők nem, maguk. A közönség nem is számít? Nem annyira. Én ezt azóta tudom, mióta hosszabb idők, most legutóbb 2 évig nem találkoztam velük. Csak itt karácsonykor a szobába beszélgettünk, nem énekeltünk. És 2 év után, ahogy elkezdünk énekelni, 2 próba már volt, az pontosan ugyanúgy érzem magam, mint 59-ben vagy 60-ban, ami ugye 50 éve. Ilyen ereje van a kórus? Ilyen ereje. A miénknek ilyen ereje van.